Az elmúlt hetekben megjelent az a probléma országos szinten, hogy a vértartalékok a minimumon vannak. Szabadkán mi a helyzet? Van-e itt elegendő vér? Tehát örömmel jelenthetem, hogy a Szabadkai Közkórház rendelkezik stabil vértartalékokkal. A nyári hónapokban szokott ennek a csökkenéseihez vezetni, ugye a szabadságok, hogy az emberek elutaznak, de mondhatom, hogy szép számban napi szinten ellátogatnak az osztályunkra. Mi egy ilyen évi terv szerint dolgozunk, tehát a transzfúziós szolgálatban minden nap 7-től 10 óráig fogadjuk az önkéntes véradókat, betartva az epidemiológiai előírásokat, valamint körülbelül egy 100 terénes akciót szervezünk Szabadka, Bácskotopolya és Kanizsa község területén. Épp ez miatt, hogy ne legyenek problémák a nyár folyamán se. Van 4 ilyen különleges akciónk, a humán karácsony, a humán szombat, és most még beiktattunk egyet március és szeptember folyamán is, amikkel szintén ezeket a nehézségeket tudjuk áthidalni. Ahogy említette, hogy 7-től 10 óráig lehet ide az osztályra is jönni a Szabadkai Közkórházba, ide bárki bejöhet, függetlenül attól, hogy Szabadka községhez tartozik-e vagy sem, vagy csak Szabadka község lakói jöhetnek vért adni itt. Tehát bármelyik egészséges személy, aki 18 és 65 év kor közötti életkorában jelentkezhet a transzfúziós osztályra, kell, hogy legyen lakcíme, tehát hogy szerbiai állampolgár legyen, mindegy, hogy melyik községből jelentkezhet. Sokan ellátogatnak hozzánk a környező községekből, településekből, amióta megtörtént ez az átszervezés, mivel ott, akik vérbanká alakultak, náluk havonta egyszer-kétszer látogat el az újvidéki transzfúziós szolgálat, és azért ők nehezebben tudnak olyankor a munkahelyről kimaradni, vagy megjelenni a véradásokon. Mennyien jönnek vért adni? Ahhoz képest, hogy most ugye nyári hónapok vannak, szép számba ellátogatnak az osztályunkra, és valamennyire ez átrendeződött. A terénes véradási akcióinkon kevesebb véradó jelentkezik, valószínű, hogy a munkahelyek miatt, az elvándorlás miatt is, ugye a határmenti falvakban, de viszont az osztályra, tehát nagyobb számba jönnek. Az idei év folyamán több mint 3000-en jelentkeztek már önkéntes véradásra, majd 3300-an pedig tudtak is ajándékozni másoknak ebből a drága folyadékból. Az itt gyógyítandó betegek nem kell, hogy várjanak a vérre, hanem hála nekik még mindig a vér várja a betegeinket. Tehát a műtéti program a nyári hónapoknak megfelelően folyamatosan zajlik. Tehát a vércsoportok ugye arányulnak meg. Tehát a nulla és az A pozitív vércsoport van legnagyobb számban jelen a terves térségünkön, ezért arányosan legtöbb a véradó és legtöbb a beteg is. Tehát ilyen probléma nem igen szokott fölmerülni. Egyedül a vérlemezkék, vagyis a trombociták, akiknek az élettartama 5 év, miután valaki adományozta őket, és ugye több véradóra van szükség, hogy egy betegnek segítsünk, de ebben nagyban segít nekünk, hogy egy ilyen vérszeparátorunk van, már egy pár évre visszamenőleg, és akkor célzottan van szép bázisú véradónk, akiket tudunk hívni szükség szerint, és akkor itt egy személy tud helyettesíteni 6 vagy 8 véradót. A vért, mint teljes vért ma már nem alkalmazzuk, nem is tudnánk, mivel minden véregységet mielőtt kiadnánk és beadnánk a betegeknek, PCR-tesztelésre, NAT-tesztelésre megy, és az eredmények másnap érkeznek meg. Tehát készítünk vörösvérsejteket, vérplazmát, krioprecipitátot, vagy pedig trombocitákat. Mi az, ami eleve kizáró ok, hogy valaki véradó legyen? A szabályzat úgy mondja, hogy önkéntes véradó lehet minden egészséges ember, aki rendelkezik minimum 50 kg-os testsúllyal, akinek a vérnyomása bár 110-70 kellene, hogy legyen, tehát semmiféle akut fertőző betegsége, hogy ne legyen, krónikus betegségek kizáróak, tehát asztma, epilepszia, szívproblémák, bőrbetegségek, mint a pszoriázis, autoimmun betegségek, amelyekről természetesen, hogyha a véradó tud róla. Mostanában lesz a közkórháznak valamilyen kitelepülése, véradási akciója bárhol a környéken? Július hónapban Topolya községet látogattuk, augusztusban pedig Kanizsa községben. Augusztus 1-én Bajmokon az ambulantban fog
vért begyűjteni a transzfúziós szolgálat 8-10 óráig, majd utána Horgoson és Kanizsán heti egy alkalommal. Említettük ugye a mögöttünk álló járványhelyzetet. Mennyire van ez kihatással a véradásra? Gondolok itt arra, hogy például felvették a védőoltást, nem vették fel a védőoltást. Ez befolyásolja-e bármilyen módon is a véradást, illetve azt, akinek szüksége van vérre? Tehát ami a védőoltásokat illeti, tehát attól függően, hogy melyik védőoltásról van szó, azok a személyek, akik a Sinopharm, a Moderna vagy a Pfizer vakcinát vették fel, ahol ugye előtt kórokozó van, tehát ők mindjárt adhatnak véradást, nem kell szünetet tartani. Akik az AstraZeneca-t és a Sputnikot, ott 2 hét kell, hogy elmúljon. Nem annyira a véradók miatt, hanem a betegek miatt, mivel őnekik az immunrendszere gyengült, tehát hogy nehogy az ő szervezetükben lenne probléma. Milyen időközönként szabad vért adni, és mennyi vér az, amennyit levesznek véradáskor? Férfiaknál minden 3 hónapban, a nőknél minden 4 hónapban a menstruáció miatt lehet önkéntes véradás. A vér mennyisége 450 ml univerzálisan, ez az össztest vér térfogatnak a 7,7%-a, ami ennyi van rezerve a májba, és ez még ugye nem károsítsa a szervezetet. A vérplazma már fél óra múlva pótlódik. A vérsejteknek, vérelemeknek úgy 30-60 napra van szüksége, de viszont mivel a vasraktárak lassan pótlódnak a májba, ez miatt van ez a nagy különbség a két véradás között, hogy hosszú távon ne a véradó kerüljön vashiányos állapotban. Hogyha ne egy isten baleset történik, és ugye itt a Szabadkai Közkórházban nincs probléma a vértartalékokkal, de hogyha arra kerülne sor, akkor egy közvetlen barát, rokon, bárki adhat közvetlenül vért a balesetet szenvedőnek, vagy azért ez egy nagyobb procedúra, és nem lehet ilyen könnyen vérhez jutni. Tehát a rokonoktól való véradás semmiféleképpen nem ajánljuk, nem díjazott, ugye az ellentes képződés miatt. A Szabadkai Közkórházban a transzfúziós szolgálat megalakulása óta soha nem volt célzott véradás, és szerintem nem is lesz. Amennyiben szükség van rá valamiből, hogyha csökkent a mennyiség, vagy ha hiány van, akkor mi célzottan hívunk véradókat. Doktornő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Én köszönöm a lehetőséget.